Óriási vihar volt tegnap szinte az egész országban. Nagy széle jégesővel söpört végig a megyéken, a Borsod megyei Medgyaszon néhány napja rengeteg házat tönkretett a jégverés. A Tények riportja után élőben kapcsoljuk Medgyaszót. Tehetetlenségükben a legtöbben az ablakból videózták a jégesőt Medgyaszon, azt, ahogy minden fehér lesz a sokszor tojás nagyságú vagy annál nagyobb jégdaraboktól. Csak nézték, ahogy tönkretesz mindent a negyed óráig tartó heves eső. Az egyik ház tetején a pala, olyan, mint a szita, és egy műanyagasztal a kertben, ennek tetejéből semmi nem maradt, a jég így elverte. Másnap reggel még abban a gödörben ilyen vastagon állt az ekkora jég. A faluban lévő házak, épületek mindegyikében kárt tett a jégeső. Három ház teljesen lakhatatlanná vált, sokan élnek a faluban, akiknek nincs biztosításuk, így saját erőből kell megoldaniuk majd a helyreállítást. Pénteken a legtöbb házon már dolgoztak, az önkormányzattól kaptak fóliát a lakók, hogy legalább azzal be tudják fedni házaik tetejét. Nem csak a házakban tett kárt a vihar, a kertekben is mindent elvert. Körtét, levesz, szélvát, minden szőlő, ami volt virág, minden. Az ingóságokban is nagy a kár, sok autót is elvert a jég. Csehi András kollégánk ott van tehát Medgyaszon. Andris, elérte Medgyaszót is a tegnapi vihar? Mi a helyzet most ott nálatok? Jó reggelt kívánok! Szerencsére tegnap már nem volt vihar itt, de folyamatosan esik az eső, most állt el éppen 10 perce. Mellettem van a település polgármester asszonya, Marika. Itt állunk egy rét, vagy nem tudom, domboldal mellett, ahol térdig élő gaz volt, és olyan, mintha kaszáltak volna. Aztán körülnézünk, valami szörnyű látvány, hogy minden tetőn fólia van, fólia, lebeg, lobog, errefelé. Tehát, hogy bármire nézünk, mindenhol hatalmas a kár. Igen, sajnos ilyen szomorú képet mutat a településünk. Általában azért ez egy ékszerdoboza itt a környéknek, hiszen nagyon jó fekvésű település vagyunk, de a szerda délutáni vihar sajnos az megtette a hatását, és a településünk 767 lakóházából 537-nek a tetőszerkezetét úgy megrongálta, hogy fóliával kellett mindent befedni, és nagyon sok olyan lakóépület van, amelynek újra kell a tetőszerkezetét építeni, hiszen régi építésű, zömében régi építésű lakásokról van szó, és ugye az a tetőszerkezet, az a faanyag, ezeket az új tetőanyagokat nem fogja tudni elbírni. A katasztrófavédők egész héten, vagy hát a szerda óta dolgoztak, tegnap vonultak el. Mit mondtak, hogy azóta történt-e kárfelmérés, mekkora kár? A katasztrófavédelem szakemberei már csütörtökön elkezdték a kárfelmérést, azt a héten be is fejezték. Nagyon együttműködőek voltak, nagyon sokat köszönhetek nekik, nem hagytak bennünket egyedül. Az ő segítségével tudtuk lefedni tegnap estére az összes házat fóliával. Több házat életveszélyessé nyilvánítottak, lakhatatlanná. A lakók egyenlőre rokonoknál vannak elhelyezve. Azt is láttuk, hogy többen így csoportosulnak, már így kint a házak előtt gondolkodnak, tanácskoznak, hogy mi legyen most. Mit tud nekik ígérni, meg gondolom folyamatosan csörög az önkormányzat vonala. Hát egyenlőre mi is várjuk a segítséget. Eddig sem maradtunk magunkra, remélem, hogy azután sem fogunk, hiszen a katasztrófa megtörténte után, még aznap délután, sőt, abba az órába jöttek a környező települések polgármesterei. A maximális segítségükről tettek ígéretet, hozták a civileket, az önkénteseket, hiszen itt a településen nincs olyan ember, akinek valakiét ne érte volna kár, tehát itt idegen emberek segítségére is volt szükség, hogy kezelni tudjuk ezt a problémát. Arról beszélgettünk, hogy még aznap, vagy inkább azt mondom, hogy másnap éjfélkor elküldték a levelet a belügyminiszter úrnak, azóta érkezett-e már esetleg valami válasz? Hát ugye a hétvége közben jött, azóta választ nem kaptunk, de nagyon várjuk a segítséget. Köszönöm szépen, bizakodók vagyunk, és szeretnénk, hogyha minél megmentenék ezt a kis gyöngyszemet, és akkor mindenki, hogyha gondolja, akkor segítsen egy picit ennek a falunak. Nagyon szépen köszönöm, így van, és nagyon várjuk a segítséget, mindenféle fajtát. Köszönjük szépen, stúdió!